Zalaegerszegen már több év óta a múzeumok éjszakájához úgy kapcsolódik, hogy a délutáni lenti fűrészüzemnél egy nyílt nap keretében a pelletgyártással megismerkedhetnek a kedves érdeklődők. Nálunk az Erdélyi Vasútnál pedig a délutáni műszakot menetrend szerinti járattal, ha befejezzük, akkor utána estére várjuk ismét a kedves vendégeket. Az esti program az úgy alakul, hogy 9 órakor egy gyertyafényes, tárlatvezetéses kiállítótermi látogatásra várjuk az érdeklődőket, illetve 21 óra 30 perckor indítunk egy éjszakai járatot, amellyel Zajdáig megyünk, és utána visszaérkezünk, körülbelül 1 órás az út, és akinek még nem sikerült a vonat indulás előtt a kiállítótermet megnézni, ezt megteheti éjfél. Ezen a mai napon igazándiból, akik valamilyen érdeklődést mutatnak a múzeum meglátogatására, azok körülbelül 80-100 fős létszámmal szoktak lenni. A nagyobb létszám, a 200 fölötti létszám, az pedig végül is ennek az éjszakai vonatozásnak a hangulatát igyekszik magáévá tenni. 4 panorámakocsival mentünk, ezeknek 45 férőhelyes, 45 ülőhelyen rendelkeznek, nagyjából majdnem mindegyik kocsi tele volt. Az egy fedett kocsit, azt illendőségből mindig visszük, akik esetleg a mi menetsebességünkre, a 15-20 km/órás sebességre érzékenyek, hogy azért ők is megtalálják a számukra kedvező körülményeket. Ha nagyon nagy forróság van, volt már erre is példa, akkor pedig direkt jó egy ilyen kis klimatizált utazás.